Körülbelül 10 éves lehettem szerintem, amikor egy kis faluból elköltöztem a szüleimmel egy városba. Lettek olyan barátaim, akikkel így amiatt találkoztunk, hogy így minél többet hajtsunk, és igazából így eléggé benne maradtam. A 21. századra a gördeszka is ugyanolyan közlekedési eszközzé vált, mint mondjuk a bicikli. Felnőttek azok a gyerekek, akik kicsiként még a pályán gyakoroltak trükköket. Ma már közlekednek a gördeszkával. Most már nem deszkázok olyan sokat, de mondjuk így közlekedés szinten, így mai napig használom. Gyorsabb a gyalogosnál, sokoldalúbb a biciklinél, lehet hajtani úttesten, járdán és kerékpárúton is. Csomószor mondják azt amúgy, hogy menj játszótérre, vagy menj a gördeszkapályára deszkázni. Szerintem nem úgy működik, hogy én most így kezembe veszem, és akkor addig nem állok rá, amíg nem vagyok a gördeszkapálya kapuja előtt. Sosem lesz a leggyakrabban használt jármű, de a gördeszka már megjelent a statisztikákban. Az Egyesült Államokban a 2000-es évek közepén már 13 millióan közlekedtek deszkával. Igazából ott megyek deszkával, ahol tudok. Nem azt nézem, hogy most úttesten járdám, vagy bicikliúton haladjak, hanem csak azt, hogy merre tartok, melyik az az irány, és akkor a nekem leginkább megfelelő útburkolatot választom. A közlekedési szabályozások mégse foglalkoznak a gördeszkásokkal. Hol gyalogosként, hol emberi erővel hajtott járműként kezelik. Amiatt kezdtem el az autók közt gördeszkázni, mert amikor felköltöztem Budapestre, akkor sokszor azt éreztem, hogy zavar a tömeg a járdán, és nem tudok úgy közlekedni olyan ütemben, ahogy én szeretnék. Ha úgy érzem, hogy nem tudok a járdán közlekedni, akkor igazából feladom, és kis időre felveszem a gördeszkát, és sétálok én is ugyanúgy, majd amikor azt látom, hogy nekem van újabb pályám, ahol el tudok valaki közt cikázni, akkor meg újra magam alá dobom. A gördeszkás közlekedő tipikusan 1 km deszkázik, átlagsebessége pedig 15 km per óra. Sebessége valamivel lassabb, mint a biciklié, viszont háromszor gyorsabb, mint a gyalogosoké. Kicsit úgy érzem, mint hogyha a gördeszkázás az egy ilyen, valahol így egy ilyen szórakoztatás lenne mások számára, akik így kívülről néznek erre. Valaki, amikor már látja, hogy te jössz, és élvezed is azt, hogy te gördeszkázol köztük, így a járókelők közt. Van, hogy így bemondanak egy-két csúnyaságot, törjön el a lábad, vagy hasonlók. A gyalogosok, a motorosok és a kerékpárosok mellett ők a legveszélyeztetettebb közlekedők. A legtöbb baleset nem a gördeszka parkban, hanem közlekedés közben éri őket. Mivel könnyedén elrakható, a legsokoldalúbb módváltó közlekedési eszköz mindközül. A gördeszkások a tömegközlekedésben és az egyéni, például az autós közlekedésben is részt vesznek. Legyen ki a négy kereked, ne szálljon el az agyad az utakon, inkább harap rá egy sportszeletre és vidd el a négy kerekű fődíjat. Most minden negyedik nyer, a közlekedés sport, kell hozzá a pozitív energia.